Nebukadnezár aranyszobra. Nebukadnezár, Babilon királya elfoglalta Jeruzsálemet. Lakóinak nagy részét Babilonba hurcolta, és rabszolgáivá tette. Egy ízben elküldte udvarmesterét, hogy válogasson ki Izrael fiai közül néhány előkelő, csinos és művelt ifjat, akik majd a palotában szolgálnak. Volt a kiszemeltek között négy jó barát. A fogságban is megőrizték hitüket, és megtartották vallásuk előírásait. Némely előírás tiltotta bizonyos ételek fogyasztását. Az egyik ifjú, Dániel, meg is mondta, hogy nem esznek a király ételeiből. Az udvarmester megijedt. Ha a király észreveszi, hogy soványak és sápadtak vagytok, én leszek a felelős, mondta. Dániel arra kérte, hogy legalább 10 napig tegyen velük próbát. Addig csak főzeléket adas nekünk, kérte. Az udvarmester beleegyezett. A négy ifjú meg se kóstolta a királyi ételeket. Tíz nap múltán kiderült, hogy mind a négyen jó erőben maradtak, és arcuk se lett sápadt. Az udvarmester csodálkozott. Úgy látszik, istenetek valóban gondoskodik rólatok. Egy reggel nagy izgalom támadt a palotában. A király rosszat álmodott, de nem emlékezett rá, hogy mit. Gyorsan összehívta bölcseit, és rájuk parancsolt. Mondjátok meg, mit álmodtam, és azt is, hogy mit jelent az álmom. A bölcsek tanácstalanok voltak. Honnan tudjuk, mit álmodott? Miféle választ adjunk neki? Kérdezték ijedezve. A király felbőszülten ripakodott rájuk. Ha nem tudtok válaszolni, mindnyájatokat megöllek. A kiabálást a négy ifjú is meghallotta. Isten megvilágította Dániel előtt a király álmát. Dániel így szólt az udvarmesterhez. Ne bánsd Babilon bölcseit. Vezess a király elé, és én előadom a megfejtést. Nebukadnezár figyelmesen hallgatta Dánielt. Amit mondott, abban felismerte az álmát. És Dániel magyarázata úgy megtetszett neki, hogy elhalmozta drága ajándékokkal, és a négy ifjút legfőbb tisztviselőivé tette. De azért önmagát mindenkinél többre tartotta. Saját képmására óriási szobrot állíttatott merő aranyból. Elrendelte, hogy a birodalom minden főembere gyűjjön össze a szobor felavatására. Oda csődítette a város egész népét, és nagy zenekart helyezett készenlétbe. A kikiáltó harsány hangon hirdette. Mihelyt meghalljátok a zeneszerszámok hangját, boruljatok le és imádjátok a szobrot. Aki nem borul le és nem imádja, azt még ebben az órában tüzes kemencébe fogjuk vetni. Mindenki a földre borult, de Dániel három barátja állva maradt. Egyedül az élő Isten előtt borulunk le, és csak őt imádjuk, mondták. Azonnal a király elé vitték őket. Van-e olyan Isten, aki most megment benneteket? Rivalt rájuk Nebukadnezár. Ők így feleltek. Ha Istenünk meg akar menteni minket, akkor még a tüzes kemencéből is kiszabadít. De ha nem így történne is, tudd meg, hogy a szobrot nem imádjuk. A király dühében megparancsolta, hogy nyomban vessék őket a kemencébe, és hevítsék még forróbbra annak tüzét. A kemencéből messzire kicsaptak a lángok, de a belseje olyan volt, mintha harmatos szellő fújdogált volna benne. Nebukadnezár belesett és elsápadt. Felkiáltott. Három embert vettettem bele, és nézzétek, most négyen vannak, és járkálnak bent a tűzben. Király végül bekiáltott. Gyertek elő! A három ifjú kilépett a kemencéből. A testük épp volt. A tűznek még csak a szaga sem érződött rajtuk. Nebukadnezár akkor kihirdette egész Babilonban. Most már tudom, hogy Izrael istene az igaz Isten. Ez a három ifjú engedelmeskedett neki, ezért elküldte angyalát, hogy megmentse őket.